Jó napot kívánok mindenkinek, Murai András vagyok, és Sára Sándor dokumentumfilméről fog beszélni, a Krónikáról. Ez a 25 részes, több mint 25 órás filmfolyam a második magyar hadsereg Doni történetét és tragédiáját beszéli el. 1982-ben készült el, vagy került bemutatásra. A filmmel kapcsolatban én elsősorban a személyes emlékezet és a kollektív emlékezet viszonyáról fogok beszélni. Ennek pedig az az oka, hogy azt gondolom, hogy a Krónika jelentősége, vagy legalábbis egyik jelentősége abban áll, hogy elsőként, az első között teremtette meg ennek a történelmi eseménynek a kollektív emlékezetét. De van egy másik ok is, ami miatt a személyes emlékezetekből építkező kollektív emlékezetre fog kitérni. Ez pedig azt, hogy most, amikor megnéztem újra a filmet, akkor ismét azzal szembesültem, hogy rendkívüli ereje van még mindig a Krónikának. Sajnáltam, hogy véget ért a 26 óra, és még néztem volna ezeket az arcokat, és hallgattam volna még ezeket a történeteket, és még jó lett volna ennek a filmnek a világának a része sévé lenni, vagy válni. És a kérdésem az volt így magamhoz, hogy hát mitől működik még ennyi évtized után is ez a film, és honnan van ez az erő benne. Most erre persze mondhatjuk azt, hogy van egy viszonylag kézzelfogható válasz, hogy amikor az emberek elmesélik a saját maguk által átélt tragédiákat, akkor azért abban mindig erő van. Tehát a saját élmény, tapasztalat elbeszélése. Én azt gondolom, hogy emellett van egy másik nagyon fontos dolog a filmben. Nagyon fontos és nagyon jó a szerkezete a filmnek, ami megadja a ritmust, és sok minden más, most mindjárt erre kitérünk, és többek között megadja azt is, ahogyan az egyéni visszaemlékezések mozaikjaiból egyszer csak valamiféle közösségi emlékezet, illetve közös tudás alakul ki. Ha végignézzük, vagy gondoljuk a Krónika létrejöttének a különböző fázisait, akkor azt lehet látni, hogy szinte minden fázisa rendkívüli. Egyrészt a témaválasztás, hiszen 79-ben kezdi el Sára Sándor készíteni a filmet, ahol itt már ma ez elhangzott, ugye általában a második magyar hadsereg szereplése, a Doni katasztrófa, az egy elhallgatott, kibeszéletlen, tabu témának számító terület, tehát van a témaválasztás is rendkívül erős. Erre most nem térek ki, de hát tudjuk jól, hogy Sára Sándor több dokumentumfilmjének és játékfilmjének is a témája a magyar történelem kibeszéletlen, elhallgatott területeire vonatkozik. Aztán a visszaemlékezők felkeresése, illetve hát az az elgondolás, hogy a filmben senki más nem szólal meg, csak azok, akik túlélték a 42-43-as Doni katasztrófát. Tehát a filmben alapvetően személyes tanúságtételeket hallunk. Aztán az interjúk, amire már jelzőt sem tudtam írni, mert hogy azt gondolom, hogy valami egészen fantasztikus az az őszinteség, ahogy megnyílnak ezek az emberek, tehát valahogyan Sára Sándornak egész különleges képessége lehet ahhoz, hogy olyan interjú szituációkat teremtsen, ahol ezek a vallomások, tehát megnyílnak az emberek, és aprólékosan képesek sokáig beszélni. Aztán a film szerkezete, mert több helyütt azt olvastam, Sára Sándor nyilatkozta, hogy több mint 100 órányi anyag gyűlt össze, hát ezt valahogyan rendszerezni kell. Erről fogok majd később beszélni. Azt gondolom, hogy a szerkezet, a film szerkezete, az nagyon szorosan összefügg azzal, hogy milyen teremtődik meg az egyéni emlékezetekből a már említett kollektív emlékezet. És hát a bemutatása is rendkívüli, mármint hogy abban az értelemben, hogy sok bonyodalom történt körülötte, mert amikor elkezdte vetíteni a televízió, akkor a harmadik adás után levették a műsorról, és akkor moziban vetíthető változat is készült belőle, de aztán a televízió később levetítette. Én tehát, amit ezek között szerintem mindegyikről külön lehet beszélni, az a szerkezetről fog elsősorban, a film szerkezetéről beszélni. Az az alapvető kérdés, amire
most itt megpróbálok válaszolni, vagy végiggondolni, hogy hogyan teremti meg a film a személyes visszaemlékezésekből a közösségi emlékezetet. Erre alapvetően két válasz adható. Az egyik, hogy az anyag szervezi önmagát. Ezt nyilatkozta Sára Sándor több helyütt interjúban olvastam, hogy neki könnyű dolga volt, mert hogy megnyíltak az interjú alanyok, a túlélők, és hát a film anyaga, vagy az elbeszélt történet anyaga az valahogyan elkezdte önmagát szervezni. De azért én azt gondolom, hogy itt van egy másik nagyon fontos dolog, hogy az alkotó is szervezi az anyagot, és a kettőnek az aránya fogja meghatározni egy történelmi témájú dokumentumfilmnek a mienségét. Na most hogyan történik ez a mienség? Erre mindjárt visszatérek az előző diára, de aztán előttem közölt talán, hogyha ezt nézzük meg először. A következő képen képzelem el ennek a filmnek a szerkezetét, és nagyon sematikus rajzot fogok mutatni, ami hát borzalmasan megöli azt a nagyon élő, pulzáló dokumentumfilmet, amiről beszélünk, de hogy lássuk, hogy miről van szó. Tehát ez a vonal, ez a kronológia, mert ugye krónika, kronológia. Kronológiában meséli el a másik hadsereg történt. Azt látjuk, hogy elkezd egy ember beszélni egy témáról, mondjuk legyen ez a lovak feldarabolása és elfogyasztása, amit 12 ember 18 snitben beszél el. Ezek különböző hosszúságú snittek, emiatt az én ábrám megint csak nagyon gagyi, mert én ezt így nem tudtam érzékeltetni, hogy ezek különböző osztuságok. Tehát beszél az egyik ember róla, és akkor ugyanarról a témáról beszél a másik ember, még mindig a lovaknál tartunk, aztán a harmadik a feldarabolás, a negyedik, hogyan fogyasztották el, ötödik, hatodik, és így tovább, és különböző hosszúságban szegmensek, de mégiscsak ugyanarról a témáról beszélnek, és kialakul az adott résznek egy témacsoportja, de amikor már ezt látjuk, akkor már nem egyszerűen egyéni emlékezeteket látunk, hanem az egyéni emlékezetek elkezdődnek összeadódni. Ugye, ha valaki nem látta a filmet, az gyorsan elmondom, hogy a képernyőn mindig egy embert látunk, aki egy asztalnál ül, mondjuk félközelibe, és beszél. Tehát a közös tudás kezd kirajzolódni, és akkor a következő téma megint elkezdődik, és ugyanígy témákat rajzolnak ki, az emberek anélkül, hogy egymással kommunikálnak, a film kommunikáltatja őket egymással. És tulajdonképpen a film 25 részen keresztül ezzel a következetességgel építkezik. Négy monológ van a 25 részben, erre most nem fog kitérni, tehát ezt a szerkezetet négy epizód, vagy is mondjam, rész az, ami megszakítja. Most ez a rajz, amit most mutatok, ez több szempontból is rossz. Az egyik tehát, vagy nem elégséges, az egyik tehát, hogy természetesen az egyik nem azonosak. Tehát hol az egyik téma, hol rövidebb, a másik hosszabb, az egyik 2 perc, a másik 10 perc, vagy 8 perc, nem ugyanazok az emberek szólalnak, és nem olyan mennyiség, időbeli mennyisége, tehát hogy van az egésznek egy nagyon jó ritmusa és kúszása. Másrésztől pedig, különös lehet volna valahogy a jelenlem, hogy ha mondjuk itt megszólal valaki, lehet, hogy itt is megszólal valaki, aztán itt is megszólal, aztán itt is megszólal, és itt is megszólal. Vagyis az nagyon fontos, hogy egy-egy embernek a sorsa is kirajzolódik a történetben, tehát nem csak egyfajta közösségi történet rajzolódik ki, hanem a személyek is kirajzolódnak. Személyek története is kirajzolódik. Na gyorsan akkor menjünk vissza, tehát azt gondolom, hogy a krónika szerkezete az nagyon tudatos alkotói szervező tevékenység eredménye, és a legfontosabb eszköz, ami a szervező tevékenységet természetesen, mint filmes eszköz megjelenik, az a montázs. A montázs ennek következtében meghatározza a személyes visszaemlékezéseknek a sorrendjét, ebből a sorrendből pedig kialakulnak a témák. A témakörök tehát az egyéni emlékek összeadódásából jön létre, ami mi már, mi mint valamiféle kollektív, közös tudást fogjuk befogadni. Vagyis a visszaemlékezések túlmutatnak önmagukon, és egy elbeszélő folyamattá állnak össze, miközben, ahogy az előbb is mondtam, az egyéni sorsok is kibontakoznak. Most ezen sajnos megint gyorsan végkelni, nagyon gyorsan fog. No. Ez szerintem ez a szerkezet és az emlékezetnek ez a fajta
alakulása, ez nagyon szorosan összefog a krónika hitelességével. Ezért erre mindenképpen szeretnék kitérni, ugyanis azt mondom, hogy egy történelmi témájú dokumentumfilmnek alapvető kérdése, hogy mitől hiteles. Én ezeknek az embereknek minden szavát elhittem, amiközben láttam ezt és néztem ezt a filmet. Miért? Többek között azért, mert amit az előbb mondtam, hogy a szemtanúk egymástól függetlenül ugyanazon témáról, majdhogy nem ugyanazokat a dolgokat mondták el. Vagyis egymástól függetlenül hivatkoztak, idézőjelben hivatkoztak egymásra, ugyan arra a jelenségre irányult a mondandójuk. Azt gondolom, hogy egy történelmi témájú vagy egy múlttal foglalkozó filmben alapvetően a hitelességgel kapcsolatban kétféle referenciát érdemes megkülönböztetni. Az egyiket most hívjuk úgy, hogy külső referencia, a másikat pedig hívjuk úgy, hogy önreferencia. A külső referencia alatt azt értem, hogy a már legitimált történelmi tudás beemelődik, hogy az alkotók beemelik a filmek világába. Ilyen például egy játékfilmben, hogyha archív felvételt látunk, akkor az nagyon sok esetben azért szerepel, hogy az vonja a történelmi hitelességet, a többek között az a funkciója megadja. Ebben az esetben a külső referencia, itt most azt hittem, hogy hiányzik, én azt gondolom, hogy hiányzik, de mégsem egészen. Minden rész úgy kezdődik, hogy egy 5-6-7 perces archív korabeli híradó részletet látunk. Ez azonban bár referenciaként működik, de nem a hitelességet hivatott erősíteni, hanem éppen ellenkezőleg az egyik funkciója, hogy ellenpontozza a túlélők vallomásait, és leleplezze az adott kor politikai propagandáját. Szerintem van egy másik eredménye is ennek a korabeli arhív felvételek használatának, az pedig, hogy rendkívüli módon felerősíti a túlélők kiszolgáltatottságát, sokkal erőteljesebb lesz az élményünk, hogy őket hát ott hagyták, és senki nem törődik. Tehát ez a külső referencia, ami a krónikában ebben az esetben nincs, vagy ilyen furcsa módon van. Az önreferencia kifejezés alatt pedig azt értem, hogy a mű felépítése fogja meghatározni az adott műhitelét, vagy a hitelességét, és ez az, ami rendkívül erőteljesen működik a filmben. Tehát azt gondolom, hogy a krónika hitelességét éppen a szerkezete, az előbb felvázolt és elmondott szerkezete adja. Szerintem kétféle módon kapcsolódik, alapvetően kétféle típusa van a visszaemlékezések összekapcsolódásának. Az egyik a lánc szerkesztés, ebből van kevesebb szerintem. Az a lánc szerkesztés, amikor egy-két-három ember, stb. Ember ugyanazt a történetet meséli el, és a mondás következtében mi ezt egy történetként érzékeljük. Tehát például oda is írtam, hogy mondjuk a lengyel Tóth és a Svoj Ferenc elmondják ugyanannak az embernek a halálát, két ember négy snitben, és ez egyrészt egy időrendet eredményez, tehát egy linearitás, másrészt megteremtődik az ő elbeszélésük alapján, egymástól független két ember elbeszélése alapján, ugyanannak a történetnek az okokozati sága. A másik jellegzetes megoldást, nem találtam jobb kifejezést, tehát hogy nem ez a legprecízebb, nem találtam jobbat, az a refrén szerkesztés. A refrén szerkesztés alatt azt értem, ami végülis a 25 óra alatt történik, hogy ugyanarra a dologra irányulva mondják el az élményeiket a túlélők. Odaírtam egy-két példát, például a propaganda harc a frontvonalon, de hát gyakorlatilag szinte minden részből, minden témakörnél majdhogy nem lehetne példákat hozni. Most ugyanez az elbeszélő szerkezet, ami tehát szerintem meghatározza és adja a krónika hitelességét és erejét, szerintem meghatározza az elbeszélő szerkezetet, nagyon szoros összefüggésben van az eredeti helyszín kérdésével. Erre azért érdemes kitérni, mert egy történelmi témájú filmben, illetve dokumentumfilmben mindig kérdés az,
hogy hogyan rekonstruálja a film az eredeti helyszínt. Én ideírtam néhány lehetséges változatot, biztos nem teljes, de például az előbb említett archív felvételek használata az nagyon gyakori filmekben, dokumentumfilmekben is. Aztán például a visszatérés a helyszínre, ennek legalább két variáció van, az egyik a visszatérés a helyszínre, például a túlélő visszatérés a helyszínre, és ott még emléknyomokat találnak, vagy visszatérés a helyszínre, és ott már nem találnak semmiféle emléknyomot, vagy pedig elbeszélésekből kell konstruálnunk a helyszínt. A Sherlock krónikájában szerintem az a csodálatos, és miközben néztem, ezt figyeltem magamban, hogy hihetetlen beindul a nézőben a belső képalkotás. Tehát nézem a filmet, semmit nem látok, hogy milyen volt az eredeti helyszín, mégis folyamatosan dolgozom azon, hogy megteremtsem magamban ezt a helyszínt. Tehát teljes egészében az elbeszélések alapján kell rekonstruálni a nézőnek ezt a bizonyos eredeti helyszínt. Ez nem is rekonstrukció szerintem, ezért nem is jó szó, ez konstrukció. Ilyet én egyébként ilyen szélsőséges jó értelemben egy szélsőséges megoldást, a Lanzmannnál láttam a Shoah-ban. Nagyjából ez az a módszer, ahol, amivel a Shoah is dolgozik, de Shoah Lanzmann később készítette, és csak 9 órás, tehát itt meg egy 25 éves korábban készült filmről van szó. De egy valami hasonló élmény ilyen nekem a Lanzmannnál volt. És végül ki szeretnék térni az elsődleges és a másodlagos emlékezet kapcsolatára, mert azt gondolom, hogy a film, a krónika tökéletesen betölti a másodlagos emlékezet szerepét. Elsődleges emlékezet alatt általában ugye azt értünk, hogy a személyesen átélt, a túlélők emlékezetét értjük, akik részt vettek az adott eseményben értjük személyes emlékezet alatt. Az elsődleges emlékezet ugyanakkor töredezett, kevésbé átlátható. Hát ez a második magyar hadseregnél és a Doni katasztrófa esetében különösen érvényes, hiszen a Kádár rendszer évtizedeiben, és azt megelőzően, tehát gyakorlatilag 44-től kezdődően nem lehetett tisztán, világosan, bátran forrásokból beszélni róla. Tehát ez a fajta az elsődleges emlékezetnek, ez az elhallgatása is ráadásul szétesettsége, töredezettsége nagyon erősen. A másodlagos emlékezetnek már a következő generáció nézőpontját értjük, amikor a következő generáció vagy a generáció tagjai összefüggésben rendezik az elsődleges emlékezetet. Szerintem a krónikában pontosan ez történik, méghozzá a film, mint a kollektív emlékezet médiuma vagy eszköze működik, aminek köszönhetően a későbbi generációk tagjai a saját trauma tapasztalattal rendelkezők élményeiből tudnak részesülni. Köszönöm a figyelmet!